miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága idén is támogatásban részesíti vidékünk magyarságát. A 2015 óta működő szociális programcsomag a kárpátaljai magyarságnak szóló egyik legátfogóbb program. A 2022-es évre is meghirdetésre került az úgynevezett szociális pályázat, aminek a keretében az oktatás, az egészségügy, a kultúra dolgozói kaphatnak támogatást. Nagyobb változások nem is történtek a pályázatban. Tudnélik, a pályázati keretösszeg az maradt azelőtt, amennyi volt, ugyanannyi, tehát minimális változtatásokat tudtunk csak csinálni. Annyit sikerült elérni, hogy bekapcsoltuk a pályázók körébe a vasárnap iskolába a magyar nyelvet oktató pedagógusokat. Tehát ez tulajdonképpen egy újítás, ez eddig nem volt, most már ők is beadhatják a pályázataikat. Emiatt megváltozott az oktatási dolgozók pályázati kategória rendszere is, de ez természetesen az összegeket nem érinti, ez inkább ilyen technikai jellegű dolog. Az oktatási dolgozók június 15-től július 15-ig nyújthatják be pályázatukat az alapítvány körzeti irodáiban. Minden egyéb kategóriában pedig július 16-tól augusztus 15-ig. Az idei esztendőben fontos változásnak tekinthető az, hogy megpróbáltuk maximálisan leegyszerűsíteni technikailag a pályázatok benyújtását, ami azt jelenti, hogy kevesebb papírt kérjünk a pályázatban résztvevőktől. És így aztán az a döntés született, hogy azok, akik már tavaly is pályáztak és már benyújtottak bizonyos dokumentumokat, akkor tőlük nem fogjuk bekérni ezeknek a dokumentumoknak a fénymásolatait. Tehát amikor pályázik valaki, akkor természetesen az eredeti dokumentumokat azt vigye magával, de például az olyat, mint személyigazolvány, végzettséget igazoló kirat, vagy a kódszámot, illetve a magyar igazolványt már másolatban nem kell újra benyújtani, amennyiben már tavaly benyújtotta, és ezekben azóta nem történt semmiféle változás. Ilyenkor a pályázó aláírja az adatlapon szereplő adatváltozatlansági nyilatkozatot, ez is egy új dolog, és ugye aláírja, hogy bizonyos dokumentumokat ő már benyújtott, ezeknek a tartalmában változás nem történt, és akkor ezeket fénymásolatban nem kell neki újra benyújtani. A pályázati felhívásnak a teljes szövege az természetesen fent van az alapítványnak a honlapján, illetve ott találhatjuk a dokumentumok között azt a mellékletet, ami a munkáltató igazolás, és ezt bármelyik tanintézmény letöltheti önállóan is, utána kitölti, megfelelő bélyegzővel ellátja, és akkor ezt a munkatársaknak át lehet adni. Ha valamelyik tanintézménynek nincs rá módja valamilyen oknál fogva, hogy most ezeket fénymásolja a kollégák részére, akkor ezt is meg tudjuk oldani, szólnak az illetékes járási irodának, és akkor az iroda elkészíti számukra ezeket a nyomtatványokat. A pályázat benyújtásának feltételeiről, illetve a szükséges dokumentumokról a www.kmksalap.org honlapon lehet tájékozódni.